És engedjék meg, hogy megköszönjem a lehetőséget, hogy most itt köszönhetem Önöket. Úgy gondolom, hogy egy település életében, ha ilyen jelentős infrastruktúrális beruházás történik, akkor az nagy dolog. Mondom én ezt Önöknek, aki ugyancsak falusi ember vagyok, nem is olyan messziről származom, a néhány faluval arrébb fekvő, két-három településsel arrébb fekvő Vállalajból jöttem. Ahogy Önök is, én is tudom, mi az, hogyha egy iskolát felújítanak, a utakat rendbe tesznek, adott esetben csatornáznak, a templomot felújítják, vagy az orvosi rendelőt, fogászatot, egészségházat felépítik, vagy felújítják. Egyes életmód feltételeinek megteremtésével lehetőséget biztosítsunk arra, hogy mindenki ott maradhasson, ahol született, mindenki azon a településen megtalálja a boldogulását, annak érdekében, hogy teljes életet élhessen ott, ahol gyerekkorát költette, ott, ahol ifjúkorát költette, és ennek az egyik legfontosabb pillére az, hogyha minden egyes dolgának biztosítjuk azt a lehetőséget, hogyha az egészséget való jogát azt a lehető legközelebb tudja érvényesíteni. Először is szeretnék gratulálni Önöknek, kedves fenészleki polgárok, ez az új egészségházhoz. Amikor polgármester asszony két évvel ezelőtt mondta, és megmutatta ugye a régi orvosi rendelőt, hát az a helyzet, hogy egy kicsit elszomorodtam, hogy a 20. században azt kell megérnünk, hogy ilyen nehéz körülmények között dolgoznak az orvosaink, és a betegeink pedig nem elég, hogy betegek, hanem nehéz körülmények között kell ezt elviselni, gondolok az orvosi rendelőnek az állapotára, a helyzetére. És a helyzet az, hogy szerencsére volt olyan lehetőségünk, hogy több orvosi rendelőt, egészségházat tudunk felújítani a választókerületben, jelesül 8-at. Igen. Nagyon szép.